Sziasztok, Red vagyok. Na, hát ez a játék sokkal-sokkal összetettebb, ugye, mint az eddig játszott ilyen Survivor játékok. Gyorsan jövök, már enni egy kicsit, mert éhes vagyok. Ugye, mint mondtam, ez a betöltéses, textúrás dolog nem a legszebb. Tehát, mint mondtam, a tomboló a farmer, ő csinálja kaja részünk nagyját. Ebből nem is tudom mi ez, ebből én vissza kell egy párat, mert éhezem. Oké, és egyet kapásból meg is eszek. Tehát itt vannak a kaják, itt tárolja a kajákat, a alapanyagokat, meg minden, ez az ő háza. Közben hát itt azért fejlődünk, már vannak fegyverek, páncélok, meg ilyesmik, itt lassan készülgetnek. Közben eltört a fejszém, csinálok egy fejszét is magamnak. Azt mondja, hogy kell hozzá ilyen gaj, lint és fiber. És akkor erre jobb klik, és kell nekem egy ilyen X. Mondja, kell két fiber, egy flint, meg egy gaj, és akkor lecraftolom. Mert mivel én építész vagyok, tehát igazából az én feladatkörömbe az ilyen tereprendezés, házak építése tartozik, de mivel ezt visszateszem, mondom, ezt visszateszem, mivel ezt a falut így találtuk, és itt túl sokat építeni nem kellett. Persze már építettem azért egy-két dolgot, mindjárt meg is mutatom nektek, hogy mit. Azt mondja, hogy ez nem kell. Inventory fejszét felvesszük. Jaj. Na hát az egyik dolog, amit már megépítettünk, ugye itt le volt téve a nagy warehouse-nak az alapjai. Ezt befejeztük. Ezt összekalapáltuk. Hát igazából ez egy a kicsi warehouse, tehát amiben az előbb pakoltam, annak 3000 a ugye ez a játék nem kilóra, hanem kőre mér. Tehát nem tudom most, hogy a kőnek a súlya, a térfogata, mindegy, kőre mér. Tehát az 15000 köves volt, ez vagy az 3000-es, és ez 15000-es. Ugye itt mutatja 15000, ebbe is van 3000. No, és akkor itt van egy, van bent egy ló, ezt megmutatom nektek. Igen, ez egy ló. Papíron van. Tehát így, minden állat így van. Ilyen papíron van. Ugye ez az ól, vagy nem is tudom, tehát ebben vannak a birkák, a marhák, ezeket én nem tudom megmutatni nektek, mert ezek így a tenyésztésre vannak ezek az épületek, plusz ebből lehet kiszedni a trágyát, amivel lehet trágyázni a földet. Sárga répa van ültetve, meg tudja az ördög mi minden. Ezek a tyúkólak, a kicsik, vagy kisebb ólak, tehát ebbe csirkéket és nyulakat lehet, ugye abba a mögötte levőbe, abba bárányokat és marhákat, és ebbe pedig a lovakat, de így vizuálisan nem lehet látni, és a lovakat is itt kell tenyészteni. De tárolni lehet, persze lehet tárolni is benne, warehouse-ba. Azt hiszem, várjatok, ebbe csak összesen 6-ot lehet pároztatni, tehát 3 kancát, meg 3 csődört. Ez egy ilyen ló tréningeztető, tehát a sima lovakat, amiket befogunk, vagy tenyésztünk, azok először csak ilyen sima hátas lovak. És akkor itt lehet majd belőlük harci lovat képezni, ehhez is külön képesség kell. És akkor még a szélmalomból hiányzik egy-két dolog, tehát van egy bizonyos nevű anyag, ez a flux nevű cucc, ezt gyógynövényekből lehet előállítani, és az nagyon sok mindenhez kell, most jelenleg zárhoz, az acélból és ilyen fluxból készül, pontosan, hogy azt nem tudom, a Kovács csinálja, ő a moldi, és még négy ajtómodul kell, és ott hátul meg fog épülni majd
a nagy szélmalom is. No és akkor a lovat azt így lehet előpattintani inventoriból, hogy nem, azt hiszem, ki kell csak droppolni? Ja, megnézem. Nem, váltok. Nem. Várjátok, hogy hogy is kell ezt? Jó, átteszem ide. Hát akkor ez az. De túl sok opcióm nincs, igaz? Akkor ez lesz. Még egyszer próbáltam ezt a lovaglást. Igen. Tehát és akkor már látjátok, rajta is ülök egy ilyen. Egy ilyen kis alap, ilyen arab terű ló. Na, egy, a lónak az irányítása ugye nem arra megy, amerre nézek, hanem a VASD-vel irányítom. Tehát és ezek ilyen, hogy is mondjam, ilyen sebességhatáros. Tehát megnyomom egyszer a V-t, és akkor látjátok, elér egy bizonyos, tehát többször nem kell nyomni a V-t. Most csak ASD-vel, vagyis tehát a A és a D-vel forgok. És lovagolni is meg kell tanulni, tehát nem úgy van, hogy lehet, hogy mutatja jobb oldalt, hogy nőtt a lovaglásom. Az a horseback readingem most lett 10-es, tehát az azt jelenti, 5-öt kaptam, most ülök másodszor lovon. Tehát, és ha megnyomom még egyszer, akkor az a nyílnám most egy kicsit gyorsabban, de ez már ilyen ügetős. Aha. Nagyon meredek és megállt szegénykém. Na, így lehet lovagolni. 2, 3. Nem is tudok, de tudok gyorsabban menni. És akkor, hogyha nyomom az est, akkor így lassít. Jó, oké, srácok. Tehát mi lehet lovagolni? És majd ha lesznek harci lovaink, folyamatban lesznek, de először tenyészteni szeretnénk több lovat. Ó, na nem is kell, nem is jövök be, hanem itt a nagy, ó, ledobott a ló. Na ennyit jelent az, hogy nekem még gyenge a lovaglási skillem. Ennyit tesz a dolog, hogy ledobott. Jó. Tehát a nagy barangolásba menjél, légy szíves. A nagy barangolásban ugye ott bal oldalt a vastagabb piros csík az a ló élete, meg a ló sztaminája. Találtunk egy másik falut. Hát egy sokkal kisebb falut, elmegyek, megmutatom nektek, elmegyünk abba az irányba. Itt az erdőn át van valahol. Ez így jó lesz. Várjátok, mert kutyafütyét se lehet látni. Lóhátról talán könnyebb lesz. Ó, neki mentem a falnak, vagy a fának, és ledobott a ló. Paci. Ne. Ekeckedjél velem. Nem baj, legalább növekszik egy kicsit a lovagló skillem. Na, ledob, nem. Mi van veled? Semmi? Haladjál, öcsém. Ez kívülről nézve szebb. Itt szoktunk agyagot gyűjteni. Ugye ezekből a barna, jobb oldalt látjátok, ez ilyen világos barnás. Itt lehet agyagot szedni. Az kell feltétlen a cserépégetéshez. Nos, azt hiszem már mutattam. Már ott az almafák mögött, ott már látszik. Itt balra, ott balra fenn a dombon van egy vas és kőbányánk.
És nincs is olyan messze, már látszik is, ott van egy ilyen kis palucska. Ezt konkrétan én találtam, barangoltam egy, nem is tudom miért, hogy, mint és. Először ezt a nagy istállót vettem észre, és akkor láttam vele szemben van egy kis fa fallal körbevett kerítéssel, tehát egy fa fallal körbevett kis falu. Igazából ez pár házból áll az egész, megállok és akkor meglátjátok. Bemenni nem tudok, mert a Janusz egy kis karival csinálta, mert egy törzsnek, tehát egy guildnek csak egy területe lehet. És Janusz az egyik kis karijával, igen, egyik, mert van több kis karink, nekem is van egy másik kis karim, mert mivel, hogy mondtam, hogy csak egyetlen egy dolgot lehet kitanulni, így feltétlen szükséges az, hogy több mindent tudj, mert nem mindig van fent mindenki, jelenleg pont egyedül vagyok fent. Tehát most, ha bármire szükségem lenne, se kovács, se asztalos, semmi nincs. Tehát nekem is van egy másik kiskarim, szépen tanítom kifele asztalosságra. Na és itt az út végén még van egy kis vár is. Menjél fel, légy szíves. Pacika, ez az. Van itt egy vár is. Ez is el van hagyatva, ez is egy kis picinke vár. Ezt viszont nem tudj, ugye ehhez kellene egy harmadik. Harmadik mi a manó? Na, tolast akkor egy kicsit, jó? Nekimentem a falnak. Ez egy harmadik ilyen kis vár. Oké, leszállunk a lóról. És ez is ennyi. Tehát egy kis picike vár. Egy toronnyal. Ennyi. Majd ezt is egy kicsit rendbe rakjuk, ezt is elfoglaljuk. Jó van, vágtázzunk haza. Na, akkor tegyük vissza a lovat a helyére. Van itt még, mi van még itt elbújva? Egy nagy bika van itt még. Betesszük a lovacskát is. Na és. Ez a nagy warehouse, ugye azon túl, hogy van 15 ezeres inventória. Még itt van egy bejárata. És ezen túl még. Nem átklémelni akarom, hanem ajtót nyitni. Azon túl még ide, tehát itt bent még rengeteg szekrény, tárolóládat, mindent még le lehet tenni, és még plusz abba is lehet pakolni. Tehát sok-sok-sok-sok motyót tudom majd benne összehalmozni. Jó, ezt visszazárom. Jó, hogy pofán vágott az ajtó. Na és amiért mondtam, hogy ez összetett meg, tehát ez így rabolj, szó szerint rabolja az ember idejét ez a játék. No, tehát szeretnénk még építeni egy-két dolgot itt belül, ilyen nagyobb házakat, van egy ilyen nagy toronyszerű, ilyen kastély, ilyen erődszerű valami, még ezeket is szeretnénk megépíteni, de nem igazán van bent helyünk. Most azt találtuk ki itt a többiekkel egyeztetve, igen, ott a dombon is lenne, de az meg nagyon magas, majd ott még, tehát oda is van egy hosszú távú tervünk. Hogy itt ezt, amit termesztünk növényt, ide lehetne építeni nagy házat, kettőt is ki tudnánk építeni, de ugye növényt termeszteni muszáj, ezért kitaláltuk, hogy a farmot tegyük kívülre, ugye azt nem annyira kell védeni. És nem tudom, mennyire emlékeztek, de itt még itt egy nagy össze-vissza domb, meg ilyen fák voltak, és ezt hát szinte egyedül csinálom, minimálisat segítettek benne a Niki például, a fal mellett ő először két sorban végig egyengette a talajt, valamennyit a kutyus is segített itt, ásott, na mindegy, tehát így a nagy részét én elkezdtem, így csináltam egy ilyen sima placot először, és akkor innen egy lejtős, na és innentől ez szántóföld lesz, ez kimondottan termőföld itt a felső rétegek, és itt még itt most ezt csinálgatom így. Itt vágom kifelé a fákat, kituskózok.
Hát ez a telefon, gyerekek, ez megőrít. Akárhova teszem, teljesen mindegy, hogy hol van, ez belerecseg. Na minden, nem erre az a lényeg. Majd fogom azt fejszével, szétvágom ezt is. Szóval kivágom fejszével a fákat, és kituskózok, ezért tört el az előbb a fejszín. És ide, itt, már itt vagyok a fal végénél. Idáig tervezek egy termőföldet, hogy itt a tomboló kedvére majd termelhet mindent, jó nagy föld lesz, tehát nagyobb lesz, mint a benti. Van itt még mire néznem, itt is rendbe akarom tenni legalább két-három sorba a fal tövét, hogy el lehessen rendesen járni. És az anyagot innen a dombról hordom ott szemből, itt is csináltam egy kis lejáró utat, be is köveztem, és abban az irányba is majd egy kicsit még rendbe rakom ott a tuskókat, meg minden, hát végig nem lesz kiegyenesítve, csak hogy tudjunk lovagolni, mert láttátok, az erdőben nem egyszerű lovagolni, mert már van több lovunk is akkor. Na és itt is a sok fát ide egybe hordtam. Ja, és mint látjátok, ugye felvillant az előbb, F4-et, ha nyomva tartom, ez a guildnek a területe, a monumentet már hármas szintre upgrade-eltük. Biztos emlékeztek először, amikor mutattam, hogy milyen picike volt. Na hát már most bőven elér a kaput, tehát ez azt jelenti, hogy nem kell klémelni. Tehát aki a guildben van, az mindenki tudja nyitni, csukni. És nyilván ugye idegeneknek már ez a terület pirosan fog jelentkezni. Na és itt is ezt az oldalt is elkezdtem rendbe rakni. Először így a fal tövét. Itt két blokk szélesen. Felfelé elkezdtem egy rámpát csinálni, mert itt ezt a dombot egy kicsit rendbe akarom tenni, mert erre meg akarom majd bővíteni a kastélyt, de majd erről később, meg majd későbbi részekben, mert itt végig jövök felfelé, ugye ugyanolyan emelkedő ütemben, ahogy a fal emelkedik. Egyelőre csak egy sorral. Mert a lényeg, hogy most itt tartok itt a sarkon, már itt is itt vagyok a saroknál, ugye innen hordom el fel a földet, fel tudok menni, nem tudok felmenni. Akkor egy kis földet ellapátolunk, és meg akarom nektek mutatni. Na, ez légy szíves, köszönöm. Ez az. Tehát itt ezt a sarkot ugyanúgy rendbe akarom tenni. Ott van a nyugati kapu, és itt igazából annyit akarok, hogy itt így a sarktól egész a nyugati kapuig így rendesen el lehessen menni. És a következő nagy első egyik tervet, van itt mire nézni munkaügyileg. A nyugati kaputól szeretnék egy utat ott a dombon át másik faluig. Most ezt az utat úgy értsetek, hogy nem lesz tök egyenes, meg tök sima, meg minden, hanem csak normálisan ki lesznek vágdosva a fák, meg a hirtelen emelkedők el lesznek nagyjából egyengetve, hogy akár egy kocsival, amivel esetleg árut szállítunk egyik faluból a másikba, azzal el lehessen kényelmesen közlekedni, vagy lóháton, ugye a fák között nagyon nehéz dolgozni, de ezt már mondtam. Na és akkor még a másik nagyon hosszú távú terv, hogy itt ezt a vonalat, így a falnak a vonalát, így szeretném feljevinni a dombtetőre, meg ott, ahol elkezdtem azt a bemélyedést ásni, annak a vonalába is, és én erre a hegyre szeretnék majd hosszú távon egy valahova, hát most hogy hova, nem tudom. Innen látszik jól a falu. Falu, hát ez egy kisebb, hát falu, maradjunk annyiban, ez nem lehet városnak nevezni ezt a kis kockát. Tehát ide valahova szeretnék építeni majd egy kastélyt. Hát még a skillem sincs meg hozzá, meg semmi, de szóval a tervnek nagyon jó, de srácok, ez baromi nagyon sok idő, meg meló, meg minden, mert úgy képzeljétek el, hogy azt a kis területet, mire ott rendbe raktam, ugye innen kihordva a sok földdel, ez hú, nem is tudom hány órám, tehát rengeteg, srácok. Itt iszonyat mennyiségű időt megzabál ez a terepmunka. Jó, hát hatalmas, hát most nézzétek, az a lenti szint, ahol ott a kapunál van, az tízes, tehát annak a magassága tízesen van. És itt, ahol állok, ez 20,2. Ugye itt körbe mutatja a 20,7, 22, 3 fejem. Tehát ott lent az a rész, ami a magasabb, tehát a saroknál, az 15-ös.
ez 10, ott 5-öt emelkedik odáig, és itt kezdtem el befele jönni, mert úgy gondoltam, hogy egy ekkora hely majd elég lesz, de lehet, hogy még elrébb jövök, mi nem tudom, tehát de én nem baromi tudom, miért pont egy domb tetejére, miért, meg miért ekkora munkát, ekkora területet rendezni, lehetne építeni kastélyt egyenesebb helyre. Ezt aláírom, ez tény, ez igazatok van. De ha már ez a falu itt van, akkor miért ne építenék ide mellé egy kastélyt? És ugye a kastélyoknak a legkönnyebb úgy védeni, hogyha magasan van, tehát minden nehezebb legyen egy akármilyen faltörő trebuséval, vagy kossal, vagy kőhajító, vagy bármivel megsebesíteni, vagy összetörni a falat, ezért minden magasabbra kell építeni. Mert az építésnek van egy, tehát a tereprendezésnek van egy szabálya, ugye egymás melletti blokkok maximum két egység lehet. Itt, hogyha megnézik, megmutatom nektek, ugye a fal, az most talán így látszik, a fal, az a pirosra mutatja, az tízesen van, tehát 10 magasan van a fal, ugye ahol a terep is kezdődik, és itt 8-as ott az oldal. Tehát ennél lejjebb közvetlen nem lehet menni. Már a következő az már csak 7,5, és az ott egy sík. Tehát hogyha itt a következő, ez a 7 és feles, amin itt állok, itt jelenleg amin állok, ezt le tudnám ásni 6-osig, akkor tovább folytatódna az a meredek rész, na és ez az én tervem, hogy ott fent legalább így szeretném megcsinálni, hogy legalább 4 egységgel legyen meredek a fal. Tehát, hogy egy ilyen, azt nem mondom, hogy megtámadhatatlan, meg bevehetetlen erődöt akarok oda, mert ugye tudjátok, hogy amelyik erődöt megtalálják, az kitartással és idővel, akarattal szépen be lehet rédelni, hanem megnehezíteni a dolgokat a támadóknak, ha majd egyszer lesznek támadóink. Mert ugye mivel ez PvP szerver, bármi lehetséges. Szóval majd valamikor ide szeretnék egy kastélyt. Oké, srácok, hát nem tudom, hogy hogy lesznek a részek, mert mondom, ez zabálja az időmet, és 24-ben nem tudok ezzel se játszani, meg semmivel. De, de mindenképp lesznek részek, be fogom mutatni, hogy haladunk, többiek is, ugye a másik falut is fejleszgetjük, itt is vannak tervek, lassan szeretnénk most már harci lovakat, harci felszereléseket, már elkezdtünk, páran már tudnak ugye a vadászat miatt már tanult, meg kitanulták az íjászkodást, meg minden. Én is ki fogom tanulni, mert engem is érdekel, tehát így szépen haladunk előre, sorba, és akkor meglátjuk, hogy hogy, mint. Oké, és majd egyszer ezt a nagy hegyet is belakjuk ott szembe. Na nem. Baromi messze van. Hát annyira nem. De hát a térképet nem is tudom, mutattam már, nem? Srácok, megmutatom nektek. Itt a térkép. Ugye az a kis piros pötty az, ahol vagyok, és az, amerre nézek, az a nagy hegy. Hát most ezt úgy képzeljétek el, hogy ez a kis falu, ahol vagy az a kis falunk, ahol van, az hát nagyjából ezen a tisztáson van, nagyjából. Így itt előttem. Ugye itt, ahol ki vannak vágva fák, itt volt az a kis ösvény jobbra. Másik falunk az valahol itt van. Itt. És akkor látjátok, hogy azért van itt hova nézni. Tehát folyamatosan tegnap például a Moldi újabb két kis falut talált. Igaz, ki voltak rabolva, az egyik talán még nem is volt teljesen kész. Szóval igaz, hogy most jelenleg a szerveren épp csak mi játszunk, de volt itt élet korábban, van itt egy jó képességű sziget is. Volt itt korábban élet, és valószínűleg még lesz is. A hely nagyon magas. Voltunk már valahol itt van a tövébe, valahol gránit, és azt már egyszer bányáztuk. Jó, megint elpofáztam az időt. Srácok, tehát jövünk, folytatjuk, haladunk. Lesz, ahogy lesz, csinálgatjuk. Tetszik nekem személy szerint a játék. Igaz, róla videót csinálni nehéz, mondom azért, mert tutira nem akarjátok nézni
órákon keresztül, hogy csak lapátolom a földet bele a kocsiba, elhúzom oda a kocsival, ott meg kilapátolom. Monoton, de egy ideig engem most ez leköt, a hosszú távú céljaimat szeretném elérni, elérni, és ugye számomra egy játék addig jó, amíg vannak benne célok. Jó, de ez nem vlog, srácok, ez gameplay, és nem játszottam most semmit szinte. Majd jövök. Sziasztok! We'll be right back.